Információink szerint lezárta a tech, a British International School Budapesti épületét. A gimnáziumnál van tudósítónk Ferko Dániel. Dani, meg tudod -e erősíteni azt, hogy mi történt? Szervusz, köszöntöm a nézőket. Igen, Bogi, meg tudom erősíteni itt a nemzetközi angol iskola környékét teljesen lezárták a rendőrök, illetve a terrorelhárító központ komandósai. Egyelőre azt lehet tudni, hogy azért történt a riasztás, mert egy bejelentés érkezett az iskolába, hogy bomba van elhelyezve a nemzetközi angol iskolába, illetve egy iskola, egy diák nem jött be, illetve eltűnt az iskolából, és ezért riasztották a terrorelhárító központot. Egyébként itt, ahol az utcába megnéztük, kb. 6-7 rendőrautó is megjelent, tehát mondhatjuk, hogy elég nagy erőkkel szálltak ki. Amit itt megtudtam a helyszínen, a buszsofőröktől, akik az iskolába szállítják, illetve viszik a gyerekeket, hogy az biztos, hogy több mint 100 gyerek jár ebbe az iskolába, többségében diplomata gyerekek, és valószínűleg ennek köze lehet ahhoz, hogy a te kommandósai is kiszálltak, mert jobb a biztonság alapon az elmúlt hetek, hónapok eseményei alapján ugye Párizsban robbantás történt. Úgy gondolták, hogy jobb, hogyha kijönnek és átvizsgálják a helyszínt. Egyébként a, az iskola alkalmazottai kihívták a szülőket, és megkérték, hogy a gyerekeket vigyék haza. Tehát egyelőre itt a Nemzetközi Angol Iskolában tanítás nincs, a TEK vizsgálódik, keresi a bombát. Egyelőre a helyszínről ennyit tudunk elmondani, hogyha bármi közelebbit megtudunk, akkor ismét jelentkezünk. Dani, egyelőre köszönjük szépen!